kézzék anyát venni. Ha öreget veszek, az mindig szomorú, annak minden szava egy égi háború. Jaj, 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 egy égi háború. Ha szegényt megkérek, abban mit csináljak? Egy kódusból kettőt, ugyan miért csináljak? Jaj, 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 ugyan miért csináljak? Ha gazdagot veszek, mindig csak az hánya, hogy az enyémből érsz, meg adta hit ványa. Jaj, 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 meg adta hit ványa. Istenem, Istenem, ugyan mit csináljak? Legénykedjem még, vagy megházasodjak? Jaj, 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 vagy megházasodjak? Az az egy reménység táplál ezután is, jó lesz a legénység nékem továbbra is. Jaj, 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 nékem továbbra is. Thank you.
pardon per pistolon. Dolpos van a szonynál. Thank you.
Big Operába szükséges, hogy legyen egy gonosz. Hát ez nyilvánvaló. Az összes a Big Operának a kelléke az, hogy legyen egy kontraszt, egy ellentét. A Don Giovanniban ott van a kontúr, ő nem feltétlenül gonosz, de hát egy komoly, egy sötét árnyat jelent, akár a Mozart életére gondolunk. A Kozifán tuttében ott van egy filozófus, aki mindig kontrázza a szerelmeseket, hogy hát azért az a hűség nem is olyan hűség, tehát a szerelmi hűség nem is olyan időtálló, örökkévaló, mint ahogy azt a fiatal szerelmesek gondolják. A Figaro házasságában pedig hát van egy idősebb úriember, aki bosszút forra a fiatal Figaro ellen, aki hát a fiatal kedvesét akarja elvenni feleségül. Viszont Figaro megígérte egy bizonyos hölgynek, aki régi kapcsolatban áll ezzel a negatív figurával, akit Bartolónak hívnak, hogy Figaro feleségül fogja venni. Most hát Figaro természetesen nem akarja az idősebb hölgyet feleségül venni, neki ott van a fiatalabb szüzem, és hát erre bosszút esküdnek, és a Bartoló az énekel egy bosszú áriát, ami mennél gyilkosabbnak, mennél félelmetesebbnek, annál nevetségesebb. Ez majd azért ki fog derülni a zenéből is. A végén csattan az ostor, ez az ári az első felvonásban van, és hát a harmadik felvonásban kiderül, hogy bárhogyan is árványkodik ez a Bartoló, ez az idősebb hölgy nem veheti férjül Figarót, időzelben mondom, mert sajnos az ő saját fia.
László árjára lenne. Ez körülbelül 280 előadásban énekeltem a világban. Annak ellenére, hogy tényleg figurában azt mondják, hogy fiatalos vagyok. Nem mindig könnyű volt a rendezőkkel. Amikor előmentem énekelni, előénekelni, akkor mindig azt mondták, hogy akkor bátorul mit fog énekelni? Varázsfólából szeretném. Taminot? Nem. Papagénot? Nem. Zarasztot? Hát akkor haj. Az első ária a második felvonás elején van, amikor a papok összegyűlnek, és akkor megkérdezi Zarastro a papokat, hogy Tamino, aki a próbák előtt áll, erényeső, hallgatak, és mindig azt mondják, hogy igen, és Zarastro azt mondja, hogy természetesen így van. Akkor a végén, a dialógus végén azt mondja, hogy akkor beavatjuk őket, és akkor Isis és Osiris oldalán ők is örvendeni fognak az ég örömeinek. Weisheit, Geist,
Ich und leise, ihr
Thank you.
mente dolce mente. Incomincia sussurrar piano piano, terra terra, sottovoce sibilando, vascorrendo, vascorrendo, varonzando, varonzando, nelle orecchie della gente si introduce resta bene, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiare. Ich und leise, ihr verdammten Haremshäuser.
unser Ohr entdeckt euch schon, entdeckt euch schon, entdeckt euch schon. Oh, wie wir triumphieren, wenn sie euch zu mir verzwieren. Und ich helfe, stören zu, stören zu. Und ich helfe, stören zu, stören zu. Und die Hälse stören zu, und die Hälse stören zu.